Ami számunkra a régmúlt, a felvidéken élőknek a mai valóság. Középkori templomok fotóiból nyílt tárlat a Bolyai iskola galériáján. Kik csak az utcán járnak kelnek, szépséget rajta nem igazolnak. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak. Csak egy karika. Így írt Zsida Jenő a templom ablakokról, amelyeket a hétköznapokban kevéssé figyelünk meg, ám ha egy jószemű fotós megörökíti őket, már is másképp tekintünk rájuk. Akár csak arra a 10 év alatt összegyűlt anyagra, amelynek komoly üzenete van az itthoni diákság számára. El kell menni megnézni, hogy hol van ez, ha elmegy oda, akkor rá fog döbbenni, hogy nem egy szomszédos idegen ország múltjába nyer betekintést, hanem a saját országának, a saját népének a múltjába, hiszen ez az így megőrzött történelem, ez a közös történelem. Nem először dolgozik együtt a fotóművész a kiállítást megnyitó Szakály Attila történelem tanárral, illetve a gyűjteményből készült könyv szerkesztőjével, aki hosszas kutató munkát végzett. Van néhány, ahol egyáltalán nem kellett, tehát történelmileg ismertek, Csallóközsi törtök, Egyházgele templomai, ezek a történelemben nagyon ismertek. De hát nyilvánvalóan vannak olyanok is, különösen a Kis-Kárpátok környékén olyan templomok, Pozsony megyében, amelyeket hát nem nagyon ismernek, és ezeknek a történetét, építés történetét is meg kellett vizsgálni. Az iskola tudatosan igyekszik megismertetni az itt tanulókat a határon túli magyarság életével, de Kocsis Zsolt tanár segítségével más témákból is rendszeresen rendeznek kiállítást az aulában. Mi nagyon szeretnénk, hogy a diákjainknak az érzelmi intelligenciája is fejlődjön, és azt gondoljuk, hogy nem mindegy, hogy milyen közeg veszi őket körül, és nagyon bízunk benne, hogy inspiráló közeg a gyönyörű szép fotóknak a látványa, a felvidéki templomok, illetve más-más kiállításnak a környezete. A tárlat január végéig látogatható.